Még mindig az egészségünkkel foglalkozunk, hiszen dr. Horváth Istvánnal a koleszterin szintet vizsgáljuk meg. Köszöntöm szeretettel. És köszöntöm a hallgatókat, nézőket. Rögtön tegyük is tisztába, hogy mi az a koleszterin. A koleszterin az egy csodálatos anyaga a szervezetünknek. Nagyon sokféle tulajdonságát vizsgálták. Nem véletlen az, hogy 13 Nobel-díjat adtak már ki a koleszterin vizsgálatával kapcsolatban, és még mindig sok titkot rejt magába. Ez egy, ha úgy tetszik, egy alkohol, így mondjuk az angol nyelven koleszterol, vagy koleszterin, az egyik oldalon ők egy zsírszerű anyag, másikon ők egy alkohol tulajdonsággal rendelkező anyag, és a szervezetnek, az állati szervezetnek egyik legfontosabb anyaga, nem véletlen az, hogy az egész élővilágban nincsen enzim, amivel le lehetne bontani. Fehérjét, szénhidrátot, zsír, DNS, mindet le tudunk bontani, a koleszterint nem. A szervezet maga állítja elő önmaga részéről olyan 90-100%-ba, aki növényi táplálékon él, csak annál 100%-ba előállítja a koleszterint a saját szervezete. Egy ilyen visszajelzés, egy feedback mechanizmus révén gyártja a szervezet, amennyit kérnek tőle, annyit gyárt, és a gyártás során olyan formába készíti el, hogy egyik azonnal felhasználható, a másik része pedig csak akkor, hogyha a szervezet együttműködik vele, és készít hozzá egy antikoleszterin, antitest nevű fehérjét, hiszen csak fehérjébe burkolt koleszterin tud fölvenni a szervezet, tehát olyan formába készíti, ahol a fehérje csak belül van, a felettén van a koleszterin molekulák, ott nem tudja fölvenni, és ezt nevezik rossz koleszterinnek. Egyébként a koleszterinje ugyanolyan, mint a jó koleszterinnek nevezett koleszterin féleségé. Még annyit hadd tegyek hozzá, a vérünkben egyetlen oldott koleszterin molekula sincsen, az mind lipoprotein szerkezetben van, és amit jó koleszterinnek nevezünk, az mindössze 3-5% koleszterin tartalmaz, amit rossz koleszterinnek nevezünk, abban egy kicsit több van, 5-10% koleszterin található, de a koleszterin nincs kétféle, arancs nincs kétféle, csak legfeljebb az ékszerésznél. Miért van szükségünk a koleszterinre? Hát azért, mert a koleszterin, mint említettem, a misztikussága mellett sokféle célra használódik a szervezetben. Először is építőanyag. Minden egyes sejtünknek a membránjába és a sejten belüli membrán szerkezetekbe koleszterinnek kell lenni egy bizonyos mennyiségben. Nem ebből épül föl, de ott kell lenni. Tulajdonképpen egy hasonlattal úgy szoktam mondani, hogy a téglafal se téglából van. Ha nincsen benne malter, akkor nem is fal, akkor csak téglarakás. Úgy vagyunk a koleszterinnel, és ott kell legyen a koleszterin a membránba, ott kell legyen a sejtjeinkbe. Ha nincsen, akkor baj van. Valamilyen hibát produkál az a sejt, aminek nincs megfelelő arányban meg a koleszterin szintje. Mitől lesz magas a koleszterin? Vagy mikor beszélünk arról, hogy magas koleszterinünk van, és mennyire rossz az tulajdonképpen? Említettem, hogy a szervezetbe a koleszterin önmagában nem kering a vérünkbe. Van az LDL, amelyik tulajdonképpen a low density lipoprotein kezdő betűiből tevődik össze, ez a rossz koleszterin, aminek a felületén ott van a koleszterin molekula, és ha ezt nem takarja be egy fehérje, akkor nem tudjuk fölvenni. Most ennek a fehérjének a termelése az attól függ, hogy képesek-e azok a sejtek optimális körülmények között élni és termelni ezt a fehérjét, ha nem, akkor nem termelik annyi fehérjét, ezt betakar, és nem tudja felhasználni a szervezet az LDL-t, és akkor ennek hatására egyre több és több lesz az LDL a vérünkben, és emelkedik a koleszterin szint. Csökkenteni hogyan lehet? Sehogy se. Sehogy. A koleszterin, meglévő koleszterin sehogyan nem lehet csökkenteni, csak a szervezet hogyan felhasználja, annak következtében csökkenhet. Koleszterin csökkenteni tudó enzim nincsen, mivel az egész élővilágban, a sejtfalas baktériumok egészen az emberig, egyetlen élő szervezetben sem találtak olyan enzimet, amelyikkel a koleszterin szintet lehet csökkenteni. Amikor azt mondjuk most, hogy koleszterin csökkentés, ez egy félrevezetés. A koleszterint nem lehet csökkenteni, de a termelését lehet gátolni. Tehát el tudjuk érni azt, hogy a szervezet ne termeljen koleszterint, ezt mérgekkel. Azokat az enzimeket kell mérgezni, amik előállítják a koleszterint, és akkor kevesebb lesz. Ha kevesebb a pék, mert agyon vertem őket hátul a sütődébe, elől az üzletbe, kevesebb lesz a kenyér. Tehát egy ilyen módszert használunk most. És milyen kezelésekkel jár ez? Na most ennek az enzimnek a gyilkosát be tudjuk vinni a szervezetbe, ez egy statin nevű hatóanyag,
Tati nevű méreg, különböző gyógyszerekben ez a méreg szerepel ott, és ezzel lehet mérgezni ezeket az enzimeket. A probléma csak ott van, hogy ezek nem csak ezeket mérgezik, hanem egy csomó más enzimet is mérgeznek, és ezekből adódik az, hogy tönkre tehetik a májat. Szendi Gábor nagyon radikálisan fogalmaz, aki azt mondja, azt írja a könyvébe, hogy aki elég hosszú ideig szedi ezeket a mérgeket, annak a máján előbb-utóbb már csak májtranszplantációval lehet segíteni. Tehát azt jelenti, hogy ha nem ebbe, akkor abba fog elpusztulni. Akkor marad inkább a táplálkozásra való odafigyelés? Nem. A táplálkozás, mi az előbb említettem, hogy 90-20-100%-át, vagy a növényi táplálékon élőknél 100%-át a koleszterint a szervezet saját maga termeli, így a táplálékkal fölvett koleszterinnek mindössze 5-10% lehetősége, vagy befolyásolja a szervezetünkben lévő koleszterin. A 90%-át mindenképpen mi állítjuk elő. Igen. De éppen a bejátszásban az előbb láttam egy ilyet, hogy azoknál az embereknél, akiket éppen ott kezeltek, a nagyobb része szinte 100%-ba olyan probléma volt, hogy a táplálékkal is rá lehet erre játszani, nem a koleszterin fölvétellel, hanem a túltáplálkozással. És ebbe szoktam mondani tréfásan, a nők a hibásak, túl jól főznek. És nem tudunk mi pedig ellenállni, persze nőknél is előfordul, az nem tudnak ellenállni tápni, és akkor fölösleges súlyokat veszünk föl, fölösleges sejteket kell ellátni mindennel, és ilyenkor fölöslegesen cipeljük azokat a súlyokat, amik a szervezetet minden vonatkozásban megterhelik. Tehát a táplálkozásnak itt valóban szerepe van, aha, de a mennyiség a bevitt kalória szempontjából, nem pedig a koleszterin szempontjából. Mi tehát a megoldás a koleszterin szempontjából? A koleszterin szempontjából az a megoldás, hogyha meggátoljuk az enzimekkel a koleszterin társát, az nem jó, akkor a koleszterin felhasználását kellene segíteni. Ezt pedig úgy lehet elérni, hogy egy olyan antitestnek a termelését fokozzuk, amelyiket a stresszel, a mozgáshiányjal, a mérgekkel, belédve a dohányzást, ugye, de gondolják meg, hogy mennyiféle permet, ez egy mindenféle tápanyagot fogyasztunk. Tehát ezeknek a mérgeknek hatása lecsökken az antikoleszterin testnek a termelése, és ezért nem tudja felhasználni ezt a bizonyos rossz koleszterin nevezett low density lipoproteint. Na most, hogyha ennek az antitestnek a termelését tudjuk fokozni, akkor be tudjuk takarni ezeket az LDL részecskéket, kis gömböcskéket, és akkor ennek a segítségével föl tudjuk használni a koleszterint. Na most ennek az antitestnek a termelése, ez viszont meglehetősen, de hát kritikus, mi Magyarországon először a világon tudtunk olyan anyagot, olyan oltanyagot előtteni, aminek a segítségével tudjuk ennek az antitestnek a termelését fokozni, és ezáltal a szervezetbe az LDL részecskéknek a felhasználását elősegítjük. Ez egy ausztrál professzor mondta keresztül, hogy egy világszenzáció, amikor elküldte hozzánk egy olyan páciensét, akit nem vállalt műtétre, másodszor már, mert azt mondta, éjj, hogy tudsz gyógyszerekkel, de ha hozzányúlunk a szívedhez még egyszer, akkor ott maradsz az asztalon. Megszerezte a gyógyszert, ott beadták neki, és 6 hét után csodát művelt az 51-2 éves emberrel, kitisztultak az erés, akkor elküldte, hogy vedd meg, mert az életed legnagyobb üzlete lesz. Persze nem tudta megvenni, hát mit lehet megvenni, mi eladó, ami nem eladó, azt nem lehet megvenni. Ez az ön találmánya. Az én találmánya. Gratulálunk hozzá. Köszönöm szépen. Igaz-e az, hogy évszakonként változik a koleszterin? Valamilyen mértékben föltétlen változik, ugye mert évszakonként másképpen mozgunk. A mozgás az pedig nagy mértékben befolyásolja a koleszterinnek a felhasználását, hiszen a sejteknek az újjászületéséhez mindig koleszterin kell. Ha kell a sejtmembrához, az új sejtek születéséhez koleszterin, akkor a új sok vagy több sejt születik, akkor több használódik fel. És akkor ennek megfelel természetesen változhat. Ha mozgásunk kiterjedt, többet sportolunk, akkor ez is befolyásolhatja a koleszterinnek a felhasználását, hiszen a sejtjeink folyamatosan születnek és halnak el. Valamikor azt hittük, hogy az idegsejtek soha nem cserélnek. Ma már tudjuk, hogy igaz, hogy hosszú időn keresztül kell várni, míg lecserélődik egy idegsejt, de például a vörösvérsejtjeink azok 120 napnál tovább nem élnek. Úgyhogy hiába van köztünk korkülönbség, egyikünkben sincs 120 napnál öregebb vörösvérsejt. Elhalnak, újjászületnek. Az, hogy nem változik a vörösvérsejtünknek a száma hosszú időn keresztül, azért van, mert a termelés meg az elhalás azonos mértékű. Úgyhogy
Na most, hogyha új sejtek születnek, kell a koleszterin. Hogyha elhalnak sejtek, abban viszont meglévő koleszterin valamilyen formába, mivel nem tudjuk lebontani, kiválasztani nem lehet, valamilyen formába ott van a szervezetünkben, és hogyha ezt újra hasznosítani akarjuk, ahhoz is kellene az antitest molekulák. Egy-egy ilyen fehérje molekula magához tud ragadni koleszterin részecskék vagy koleszterin molekulákat, és az viszi, és mint egy bontott téglát fölkínálja a szervezetünkbe, és az föl is használja. Mi lesz belőle? Említettem már, sejtmembránokhoz kell, de ebből van a nemi hormon is. Ebből van a mineralkortikotropon, aminek szoros kapcsolata van a csontritkulással. Nem véletlen az, hogyha valakinek probléma van a keringéssel, hiszen beszükülnek az erei, baj lesz rendszerint a csont ásványanyag tartalmával is. Tehát nagyon szorosan, szinte minden összefügg a koleszterinnel, és olyan széles mértékben hát kiterjed ez, hogy alig változik. De ebből van az zsíremésztésben fontos szerepet játszó epesav is. Ez még egy következő beszélgetésünk témája lesz, úgyhogy köszönjük szépen, hogy ezt elmondta nekünk, és legyen szíves még maradni velünk, hogy